Ez itt a Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket Tanyi Fanni. Köszöntöm Önöket július 29-én, jó estét kívánok! Ez itt a Color TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Helyi rendelet szabályozza a klímaberendezések felszerelését. A kihelyezés előtt már sokan felkeresik az önkormányzatot. Hőségriadó. A város több pontján is vizet osztanak. Továbbra is várja a szépkorúakat az idősek klubja. Szervezett programokon közösségben tölthetik mindennapjaikat az idősek. Kazincbarcika város önkormányzata több más város mellett kiemelten kezeli a településképi szempontból meghatározó területeket. A 2017. decemberében elfogadott településképvédelméről szóló rendelet értelmében a klímaberendezések elhelyezése engedélykötelessé vált. Kazincbarcikán kiemelten kezelik a településképi szempontból meghatározó területeket, mint például a belvárost, az Egressy utat és Tereit. Az itt lévő épületek homlokzatain végzett bármiféle változtatás különösen kihat vagy kihathat az összképre. A 2017. decemberében elfogadott rendelet értelmében a klímaberendezések elhelyezésére különös figyelmet fordítanak az önkormányzat építészeti szakemberei. A kültéri egységeket a településkép meghatározó területein ablakok alatt egy darabot, lakásonként egy darabot lehet elhelyezni, amennyiben az épület, a lakásnak nincsen erkélye. Ha van erkély, akkor meg kell próbálni az erkélyen takart módon, az erkély melvédének takarásában ezt megoldani. Ugye ezzel próbálunk erre az országos rendeletre is legalább rákapcsolódni, de természetesen, ahol erre nincsen lehetőség, ott biztosítunk módot arra, hogy el lehessen helyezni, mert tudjuk, hogy ez a mai világban, főleg amikor érezzük ezt a felmelegedést, és egy hétig tartó 38-40 fokos időjárás van, akkor bizony ez egy nagyon fontos kérdéssé tud válni. A klímák esetében az sem mindegy többek között, hogy a kondenzvizet hogyan és hová vezetik el, ezért érdemes és szükséges a szakemberek véleményét kikérni a kihelyezés előtt. Kazincbarcikán arra van lehetőség, hogy egy településképi bejelentési eljárás során engedélyt kapjanak arra, hogy kihelyezzék a berendezéseknek a kültéri egységét. A településképi bejelentési eljárásnak a folyamata az úgy zajlik, hogy első körben egy településképi konzultációt kell lefolytatni, amikor igazából mi csupán egy fényképet várunk a homlokzatról, amin rá van jelölve egy X-el, hogy itt szeretnénk elhelyezni a kültéri egységet. Erre a levélre mi egy választ e-mailt, egy konzultációs levelet küldünk ki, amelyben leírunk minden egyes fontos feltételt, aminek teljesülnie kell. A konzultációt követően az adott társasház közös képviselőjét szükséges felkeresni, aki a társasház lakóinak nevében ki fog állítani egy tulajdonosi hozzájárulást, hiszen a házak homlokzatai közös tulajdonban vannak. Utána a korábbi konzultációs papírral, ezzel a társasházi közös képviselő hozzájárulással, illetve egy kitöltött településképi bejelentési formanyomtatvánnyal visszaküldik hozzánk ismételten a kérelmet, és ebben az esetben pedig ezek után pedig meg kiállítjuk magát a tudomásul vételét a településképi bejelentésnek. Tehát látható, ez egy kétlépéses eljárás. Alapvetően, hogyha ez szépen össze van szedve, illetve a tulajdonos is végig gondolja magát ezeket az előírásokat, és az előírásoknak megfelelően folytatja le a bejelentést, akkor ez viszonylag gyorsan le tud zajlani. Juhász Nagy Balázs főépítész felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályokban foglaltakat be kell tartani, az alól nem tudnak senkinek egyéni felmentést adni. Azok, akik nem rendelkeznek településképi engedéllyel, súlyos, akár 1 millió forintig terjedő bírságra számíthatnak, emellett bontásra is kötelezhető az, aki szabálytalanul építkezik, vagy alakítja át lakását vagy üzletét.
A rendelet teljes szövege Kazincbarcika város honlapján a település rendezési menüpontban található, de a főépítési csoport kollégái személyes, e-mailes vagy telefonos megkeresések esetében is szívesen tájékoztatják a területre vonatkozó előírásokról az érdeklődőket. Augusztus 21-én 16 és 22 óra között tartják a 8. kolorfutás Nike nevű sporteseményt Kazincbarcikán. A több száz résztvevővel rajtoló verseny biztonságos lebonyolítása érdekében a városlakók útlezárásra vagy a megszokottól eltérő forgalomirányításra számíthatnak. A lezárások és a korlátozások érintik a Jó Szerencsét utat az Unikornis körforgalomtól az Oroszlános körforgalomig, a polgármesteri hivatal és az áruház mögötti parkolót, a Mátyás király utat, a Göncz Árpád utat és a mellette lévő tereket. Az útlezárások a Volánbusz buszjáratok útvonalát is érintik. A versenyzők számára kialakított parkoló a Don Bosco sportközpont parkolója lesz, ami az Attila úti alsóvárosi körút felől közelíthető meg. További parkolás a Kolorlab innovációs központ mögötti parkolóban lehetséges. A lezárásokról és a korlátozásokról további információkat a www.colorline.hu vagy pedig a www.colorcity.hu weboldalon, valamint a Color 7 újság pénteken megjelenő számában találhatnak. A szervezők több távot is kialakítanak az eddigiekhez képest, ismét lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy részesei lehessenek a versenynek, ők két korcsoportban nevezhetnek. A 4 és 6 éves korosztály az Ovi maraton távon, a 7 és 12 éves korosztály pedig a Suli maratonon indulhatnak. Fuss, hogy segíthess címmel jótékonysági etap, azaz csillagfut, ami színesíti a programot. Szintén újdonság az a 2,5 kilométeres táv, ahol a résztvevők a Csillagfürt Egymi Kazincbarcikai tagintézményének fogyatékkal élő tanulóit támogatják nevezésükkel, ugyanis a teljes befolyt összeget az intézménynek ajánlják fel a szervezők. A rövidebb távot, az 5,2 kilométeres távot, a minimaratont a futni szerető hobbifutóknak ajánlják a szervezők. A 10,5 kilométeres negyed maraton azoknak ajánlott, akik szeretik a határaikat feszegetni. A rendezők azokra is gondoltak, akik komoly versenyzési tapasztalattal és szándékkal állnak majd a rajtvonalhoz, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a dobogó legfelső fokára álljanak. Ők egy 21 kilométeres félmaratoni távon mérhetik össze erejüket versenytársaikkal. Péntek éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos a legmagasabb fokú hőségriadót. Kánikula lesz a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet sokfelé eléri, vagy meghaladja a 35 fokot, és az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A magas hőmérséklet miatt Kazincbarcikán a hőségriasztásra való tekintettel az önkormányzat a város három pontján is vízosztást végez. A frissítő vizes csomagokat az Irény iskolánál, a Pollák Mihály út és a Mátyás király út kereszteződésnél és az egyes számú postánál osztják. A vízijáték párásító funkciója is minden nap 10 órától egészen 18 óráig folyamatosan üzemel. Hőségriadót akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja 27 Celsius fokot. Fontos, hogy a nagy melegben fogyasszunk legalább napi 2-3 liter cukor és alkoholmentes folyadékot, valamint 11 és 16 óra között lehetőleg kerüljük a közvetlen direkt napfényt. Enyhülés előre láthatólag hétvégén várható. Továbbra is várják a szépkorúakat az egyes számú idősek klubjában a Csokonai úti bölcsöde épületébe. A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra. Jókedvűen énekelnek, beszélgetnek, olvasnak és különböző foglalkozásokon vesznek részt a szépkorúak az egyes számú idősek klubjában. Az intézményben az idősek napközben tartózkodhatnak, étkezhetnek, társas kapcsolatokat alakíthatnak ki, valamint az alapvető higiéniai szükségleteiket is kielégíthetik, mint például a mosás és tisztálkodás.
Mi egy nappali ellátás vagyunk, ami azt jelenti, hogy nappali tartózkodásra biztosítunk lehetőséget a szépkorúak számára. Intézményünk 7 órától 15 óráig tart nyitva, illetve lehetőség van az intézményi autónk igénybevételére, ami ugye nagyban megkönnyíti az idősek eljutását a klubunkba. Az ellátás célja tulajdonképpen az, hogy ezek az idősek ne legyenek egyedül otthon, ne legyenek elzárkózva a világ elől, hanem jöjjenek ide a klubba, vegyenek részt a foglalkozásokon, a rendezvényeken, létesítsenek társas kapcsolatokat, hasznosan töltsék el a szabadidejüket. A klubba az eddigi szolgáltatásokkal, különböző hasznos és szórakoztató programokkal várják az időseket. 12 éve ide járok, mióta meghalt a férjem, a fél oldalam le van bénulva. Nagyon szeretek itt lenni, mert egyedül vagyok, itt társaság van, kedvesek a gondozók, szoktak tervezni kirándulásokat, akkor tornát, elfoglaltságokat, és nem unatkozok otthon egyedül, meg balkézzel főzni se nagyon tudok, ebédet is itt kapok, úgyhogy én szeretek idejárni, és mindenkinek ajánlom, hogy ne legyen egyedül. Itt van elfoglaltság, és vigyáznak ránk. Az intézmény 30 férőhelyen tudja fogadni a Kazinc Barcika, valamint a vonzás körzet aktív szépkorúit. A demens nappali ellátás 14 fővel lehetséges. A klubunk külön csoportban biztosítja a demens személyek ellátását, hogyha igénybe veszik ezt a szolgáltatást, az nagymértékben javítja, illetve szinten tartja a meglévő képességeiket, készségeiket, aktivitásukat, ez viszont nagyban hozzájárul az életminőségük javításához. Ugye foglalkozásokat tartunk a demens csoportban, egyéni, illetve csoportos foglalkozásokat is, vannak például aktivitást elősegítő foglalkozások, sporttevékenységek, torna napi rendszerességgel, nyilván a képességeikhez mérten. Vannak szórakoztató szellemi jellegű foglalkozások, vetélkedők, szoktunk járni kirándulni, a udvari rendezvényeket, különböző partikat tartani, limonádéparti, zsíros kenyérparti, illetve a kulturális tevékenységekben is részt szoktunk venni, hogyha városi kiállítás van, arra el szoktunk menni, meg szoktunk tekinteni, illetve mikor lehetőségünk van, akkor itt a klubban is szoktunk saját kiállításokat, rendezvényeket tartani. Az intézménybe járóknak lehetőségük van az épületben lévő sószoba használatára is. A sószoba előnye, hogy amellett, hogy tisztítja a tüdőt és a hörgőket, rendszeres használata enyhíti a koncentrációs és alvászavarokat, valamint vízmegkötő hatása a hajat és a bőrt is hidratálja. Egy nyár a téren Fantázia névvel indított gyermekeknek szánt programsorozatot a Család és Gyermekjóléti Központ a Főtéri játszótéren. A program legfőbb célja a gyermekekkel való kapcsolat fenntartása, illetve a központ munkájának megismertetése. A júliusban tartó programsorozat ideje alatt az óvodai és iskolai szociális segítők minden hétfőn és csütörtökön délután kortól függetlenül várták a főtéri játszótérre látogató gyermekeket. A programok között elsősorban akadálypálya, kézműves és érzékenyítő foglalkozások szerepeltek. A főtéren ez az első alkalom. Most az volt a koncepció, hogy szeretnénk látni, hogy mi van nyáron a gyerekekkel. Szeretnénk kapcsolatba maradni, hiszen ez az év ez elég rendkívüli volt. Nehezebb volt az egymáshoz való kapcsolódás, és itt az a cél, hogy megismerjenek bennünket jobban, tudjuk velük tartani a kapcsolatokat, együtt játszunk, megismerjenek a szülők is bennünket. Azt tapasztaltuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a gyerekek visszaszoktak a terekre. Kisebbek, nagyobbak, itt vannak a téren, sokat játszanak, beszélgetnek, sportolnak, néha azt látom, hogy még esőbe is tovább fociznak. És így gondoltuk, hogy ez egy jó helyszín lehet, ahol kapcsolódhatunk hozzájuk. A programsorozatra Miskolcról érkeztek fogyatékossági tanácsadók, akik játékokat és különböző eszközöket hoztak, amik segítségével a fogyatékkal élünk napjait megkönnyíthetjük. Ezeket a játékokat a gyerekek ki is próbálhatták. A foglalkozás célja a kicsik érzékenyítése volt, az, hogy megtapasztalják a fogyatékossággal élünk nehézségeit, ezáltal jobban megértsék őket, illetve elfogadóbbak legyenek.
A programok során volt még egy vendégünk, az Ortosz Kutyaiskolája látogatott el hozzánk a múlt héten. Kertészágot a vezetésével magával hozott 3 terápiás kutyust is és segítőket. Megtudhattuk tőlük, hogy mi mindenre képes egy segítő kutya, hogyan tud az embereknek segíteni. Aztán egy bemutató után a gyerekek is kipróbálhatták a parancsokat, az alapengedelmességi parancsokat és a trükköket a kutyusokkal. Ezt is nagyon élvezte mindenki. Fehér Melinda, óvodai és iskolai szociális segítő elmondta, hogy a kisebbek szülőkkel, nagyszülőkkel, a nagyobbak már egyedül érkeztek a helyszínre. A programokon sokan vettek részt és élvezték azokat, sokan vissza is jártak. Július 26-án hétfőn indult el az egy héten keresztül zajló színjátszótábor. A foglalkozások során a gyerekek belekóstolhatnak a színjátszás, a színpad és a színpad mögötti munkavilágába. Szorgalmasan gyakorolnak a gyerekek a színjátszó táborban, hiszen hamarosan itt a péntek, amikor is egy közel fél órás műsort fognak előadni az Egressi Béni Művelődési Központ színpadán. Leginkább szerintem az önbizalomnövelés és az önismeret, amit megcéloztunk, hogy egy-egy kiválasztott mesekarakter alapján megismerje saját magát a személy, illetve hát ugye a fiúk, lányok, hogy például milyen, amikor nagyon mérges vagyok, vagy amikor nagyon szomorú vagyok, és ezt kipróbálni, mindezt az érzéseket megmutatni nagy színpadon. A tábor ideje alatt a táborozó gyerkőcök szöveget tanulnak, díszletet készítenek, és a jelmeztervezésbe is belekóstolnak. Emellett beszéd és ritmus gyakorlatokon, konfliktuskezelési foglalkozásokon, valamint kötetlen beszélgetéseken vesznek részt, illetve ellátogattak Tokajba is. Péntek délelőtt egy fél napot Jancsó Dórával tölthetnek a gyerekek, és utána pedig este lesz a Mici Mackónak a premierje, amit mi így összeállítottunk, és ebben fog segíteni Jancsó Dóra, hogy akármilyen pici észrevétel, kis hibákat még ő is ugye kijavít és fejleszti a gyerekeket, javítja az előadást. A gyerekek által előadott Mici Mackó füles születésnapja című bemutatóra a szervezők szeretettel várják a családtagokat és a hozzátartozókat péntek este 6 órakor az Egressi Béni Művelődési Központ színház termében. A Color City Kazincbarcika SC az őszi szezon rajtja előtt megtartotta szurkolói ankétját. A csapat július 22-én a Color City arénában várta drukkereit, ahol egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetés keretein belül mindenki választ kaphatott kérdéseire. A Color City Kazincbarcika SC-től Vekter Balázs, a KBSC FC Kft. Ügyvezetője, Varga Attila, a Color City Kazincbarcika SC vezetőedzője, Kosta Péter, sportigazgató és a csapat néhány játékosa fogadta az érdeklődőket. Elsőként a sportigazgató köszöntötte a megjelenteket, aki hamar át is adta a szót az új edzőnek. A játékosok bemutatkozását követően a szurkolók is feltehették kérdéseiket a vezetőség, a játékosok és a stáb felé. A felkészülésünk egyébként jól sikerült, egy pici problémánk az azért volt, mert 70%-ba állt össze a keret a felkészülés elejére, és ezért ezek a játékosok vannak egy szinten fizikálisan, akik pedig utána érkeztek, azért óriási lemaradással küzdenek, tehát sajnos nincs egy erőléti állapotban a társaság, de úgy gondolom, hogy egy olyan klub, aki 18 játékost igazol, abba ez beletartozik, és ez benne is van. Minél hamarabb azon dolgozunk, hogy a játékosok utolérjék magukat, és egy szintre hozzuk a fizikai állapotukat, de összességében szakmailag jónak ítélem a felkészülésünket, mindent elvégeztünk, ami általam ki volt tűzve, megfelelő eredményeink vannak, azért is játszottunk magasabb osztályú ellenfelekkel, hogy a gyorsabb ritmushoz minél gyorsabban akklimatizálódjunk és hozzá tudjunk szokni. Az, hogy kikaptunk ezeken a mérkőzéseken, az azért nem zavar, mert talán a Nyíregyháza mérkőzés leszámítva mindenhol pariba tudtunk lenni, és a velünk egy szinten lévő csapatokat meg ugye sikeresen legyőztük.
Az NB3-as bajnokság 2021-22-es szezonja 2021. augusztus 1-én kezdődik. A Color City Kazincz Barcika SC csapata hazai pályán a Tiszafüredi VSE ellen kezdi meg a szezont, majd augusztus 11-én hétközi játéknapon a DVSC 2-höz utaznak, ezt követően az Újpest 2-t fogadják, majd a Tája ellen lépnek pályára idegenben. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Helyi rendelet szabályozza a klímaberendezések felszerelését. A kihelyezés előtt már sokan felkeresik az önkormányzatot. Hőségriadó, a város több pontján is vizet osztanak. Továbbra is várja a szépkorúakat az Idősek klubja. Szervezett programokon, közösségben tölthetik mindennapjaikat az idősek. A Color TV híradóját látták. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Híradóval legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!